A pornó végül a nem cselekvés tünete, a pornó a halogatás tünete, a pornó alkotás hiány. A pornó a frusztrált cselekvés tünete. A pornó annak a tünete, hogy nincs meg a helyes kapcsolatom a teremtéssel. Az én élményem, hogy a függésen nem lehet túljutni. Én maradtam függő, abszolút függő vagyok. Már nem a pornó függője vagyok. Én egyáltalán tovább megyek, mint az anonim alkoristák, Az én élményem az az, hogy, hogy, hogy én büszkén vagyok függő. Tehát, hogy itt a feature not a bug, tehát, hogy ez egy pozitív dolog, hogy én függő vagyok, csak soká nem volt helyes irányba állítva, hogy mitől is érdemes nekem függőnek lennem. És a pornó az ennek volt a tünete, hogy nincs meg a helyes függés. Akit pornó nyomaszt, vagy nagyon sok energiája megy, tényleg ilyen módon megonanizálással áll, ott, ott ott még van tovább, ott, ott valami nagyszerű kaland, egy nagyszerű feladat, egy nagyszerű küldetés vár rád. Szeretettel üdvözöllek! Jós István, újabb spontán videó, mai téma a pornó, amiben én mélyen voltam érintett. Hosszan. Nagyon-nagyon-nagyon hosszan. És van egy alapvető megértésem ezzel kapcsolatban, ez, ezért most ez a téma, mert, mert ugye visszatérő, ez gyakran jön elő férfiaknál, ahol nagy dolog, amikor az őszinteségnek ezt a szintjét egyáltalán már el tudjuk érni, hogy igen, én is érintve voltam, ugye vagyok, nagyon sokaknál, tényleg nagyon nagy kíves ez. És azt látom, hogy a, a, pornó végül a nem cselekvés tünete, a pornó a halogatás tünete, a pornó alkotás hiány. Amit úgy tudok még mondani, hogy a pornó tulajdonképpen Isten hiány. Teremtő, teremtés hiány. Tehát, hogy egészen fantasztikus, egyébként kicsit belegondolva, teljesen kézenfekvő is, hogy, hogy a, a, a pornó által, most ugye a férfi oldalról nézve ezt, a magjait önti ki az ember. A magjait önti bele a semmibe végeredményben, akkor, amikor pornót néz. Ott az nem hasznosul, az nem fogam meg, abból, abból, nem lesz termés, abból nem lesz alkotás, abból nem születik gyermek. És a férfi energia teremtésre való. Ez nekem egy ilyen meghatározó tapasztalatom. Ugye ezért ügyről, küldetésről, hasznosságról beszélek mindig ezekben a videókban. Meg kell találni azt, hogy hasznos tud az energiájával az ember lenni a pornó a frusztrált cselekvés tünete. A pornó annak a tünete, hogy nincs meg a helyes kapcsolatom a teremtéssel, tehát nincs meg a helyes kapcsolatom a teremtővel. Ezért mondtam az előbb, hogy végeredményben Isten hiány. Isten hiány úgy, hogy nem nincs meg a kapcsolat, és úgy is, hogy nem tudok részt venni. És ez a frusztráció az, amikor már sportba sem, meg sehogy máshogy se sikerül egy férfinak levezetni, hogy akkor ez így pornóban nyilvánul meg. Ez az egyik oldal. És a másik oldalon, egy kicsit az ember belegondol, ugye a nőknél ez sokkal ritkább, de én ezt tanúsítom, hogy visszatérő téma a nők esetében is a pornó. És, és ugye ugyanez látszik, hogy, ugyanez látszik, hogy nem hasznosul. Ugyanez látszik, hogy nem fordul termőre. Ugyanez látszik, hogy nem hatol belé senki, nem használja senki azt a fantasztikus energiát, és nem érinti senki úgy, ahogy ő arra vágyna egy nőnél, amikor a pornó felüti a fejét férfiaknál persze sokkal gyakoribb ettől még, csak említeni akartam. De, de a lényeg visszatérve, hogy, hogy ilyen értelemben nagyon is valahogy egyfajta ilyen, egy ilyen elképesztően misztikus dolog tulajdonképpen a pornó is. Mert um, arról szól csak, hogy az energiáim nincsenek helyes irányba állítva. Ami tényleg igazából csak egyfajta misztikum hiányt jelöl az ember életébe. Ugye ez a korszakos rendszer szól erről, hogy az ember le kell jusson az igazsághoz először, hogy a helyes irányt aztán megtalálja. Tehát nem lehet addig a helyes irányba haladni, még nincs meg a helyes irány. És addig nincs meg a helyes irány, még nincs meg az, hogy én ki vagyok, amíg azt nem fedeztem föl, amíg azzal nem vagyok tisztába. Ugye mondom mindig, hogy ügyet, küldetést keresni felesleges, töröljétek az összes videót, meg felejtsetek el mindent, amit én ügyről és küldetésről mondtam. Sokan fordítják ezt az ügyküldetés témát úgy, hogy ez azt jelenteni, hogy nekem meg kell találnom az ügyem. De nem az úgy tud megtalálni engem. Tehát az ügyre késznek kell lenni. És addig, amíg ez nincs meg, addig, amíg egy férfinak ebbe hiánya van, addig a pornó teljesen magától értetődő következmény. Kiegészítés, mert még ide kívánkozik, hogy remélem akkor érthető az eddigek alapján is már, de mondom, hogy a pornó értelemszerűen egy függés, és ezen belül is egy alacsony rendű függés. És a függések alaptörvénye, hogy magasabb rendű függéssel lehet kiütni őket. Az én élményem, hogy a függésen nem lehet jutni. Én maradtam függő, abszolút függő vagyok, már nem a pornó függője vagyok. A hasznosulás függője vagyok, meg a hogyan tudok a teremtésbe helyesen részt venni projekt, feladvány függője vagyok. Tehát, hogy a, a nagyobbhoz való helyes kapcsolódás függője lettem. De igazából a függésemmel nem jutottam túl, és ezt, ezt nagyon fontos érteni ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy hogy a, a függés, sokan próbálják valahogy így megszerelni magukat, meg, meg kitrápiázni magukat, tetszőleges függésből, de az anonim alkoholistáknak nagyon igaza van, hogy felépülő függő az ember. Illetve én egyet tovább megyek, mint az anonim alkoholisták, akik azt mondják magukról sok év távlatában is, hogy, vagy anonim drogosok, mindegy, hogy ők felépülő függők. Az én, az én élményem az az, hogy, 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 én büszkén vagyok függő. Tehát, hogy itt a feature, not a bug. Tehát, hogy ez egy pozitív dolog, hogy én függő vagyok. Csak soká nem volt helyes irányba állítva, hogy mitől is érdemes nekem függőnek lennem. És a pornó az ennek volt a tünete, hogy nincs meg a helyes függés. Tehát akkor ezt is így is tudom még mondani, hogy a pornó annak a tünete, hogy nincs meg a helyes függés. Akit, akit pornó nyomaszt, vagy nagyon sok energiája megy, tényleg ilyen módon megonalizálással el, ott, ott, ott még van tovább, ott, ott valami nagyszerű kaland, egy nagyszerű feladat, egy nagyszerű küldetés vár rád. és és ezt felfedezheted, és erre abszolút képes vagy, ez tökéletesen hatalmadban áll, az egyedüli kérdés, hogy az igaz beszédet mikor kezded. Aki az igaz beszédet elkezdi, az meg fogja találni a küldetését is, tényleg, mint Artur király a kardját, vár minden férfit, minden férfit, kivétel nélkül, vár egy küldetés, rejtőzik benned, meg kell szülessen az a hős, aki, 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 aki kínjába, tényleg pornóba, folyatja ki az energiát, de ez igazából ez egy segélykiáltás bármely férfinél. Ha ez történik, mint az alkohol, vagy a drog, vagy sok minden más még, ez egy segélykiáltás a nagyszerűbb önmagadtól saját magad felé. Több van benned. Több van benned, és ezt a többet, ezt használnod kell. El vannak ásva a talentumaid. Hogyha pornó, alkohol, vagy drog nyomaszt, akkor, akkor fel kell ezeket hozd. Meg kell ezeket mutasd, kamatoztasd. Tehát az egyszerű tanács, hogyha a pornó kihívás, hogy az egyszerű tanács végül az igaz beszéd. Itt tudom a legegyszerűbben mondani. Az egyszerű tanács, ugye, mert végül a világ akkor tud megszólítani, az ügy akkor tud megérkezni, egy vezető számára akkor vagyok releváns, vagy akkor tudok inspirációt kapni, ha a kontúrjaim megvannak, hogy én ki vagyok. Hogyha megvan, ugye a kontúrjaim a kérdés, amit az ember fel tud a mindenség felé tenni, hogy na én mire vagyok való arra, hogy én mire vagyok való, választ azt tud kapni, akinek, akinek megvan, hogy ő ki. A ki, az azt jelenti, hogy az nem csak azt jelenti, hogy fantasztikus, hanem a hiányainit is. Tehát akinek megvannak a kontúrjai. És a kontúrjait az ember igaz beszéd által tudja kiművelni. Igaz beszéd, ből aztán igaz tettek is következnek, de ez, ez a kettő ugyanaz. Tehát az, igazság kősziklájához lejutni igaz beszéd által lehet. Érte ez alatt, hogy kimondja az ember mindazt, ami hamis, mindazt, ami helytelen, mindazt, ami becstelen, Mindazt, amire nem vagyok büszke, ami szégyen, ami kihívás, ami nehéz, aki ezekről beszélni tud, szükségszerűen változik az élete meg. Egyszerűen csak ennyi a tanács. Tehát, hogyha a pornó neked kihívás, és mondom ezt úgy is, mint akinek a pornó kihívás volt, és ez hozta a megoldásomat, az igaz beszéd hozta a megoldásomat. Merni arról őszintén beszélni, hogy én ki vagyok valójában, és hogy mire érzem, hogy én való volnék itt ebben a teremtett világban hozta azt aztán magával, hogy, hogy, sikerült, ahogy egyre bátrabban sikerült felvállalni magam, lett egyre nyilvánvalóbb, hogy hol van rám szükség, és ahogy egyre nyilvánvalóbbá lett az, hogy rám hol van szükség, kopott ki a pornó az életemből, mert nincsen rá felesleges energia, hogy csak így szórjam bele a semmibe. Hanem, hanem teremtek az energiámmal, alkotok az energiámmal, hasznos tudok lenni az energiámmal. Tehát, hogy a, a pornó megoldása az őszinteség. Ez a nagyon egyszerű összefoglalás. A porno megoldása az őszinteség. Magammal, igen, de nem csak magammal, és nem csak a naplóm vagy a terápia magányába, hanem ezt a világ felé is visszahozva. A pornó megoldása megmutatni azt, amiből aki én vagyok, amit én szeretnék, és amit már nem szeretnék. A pornó megoldása rendet rakni az életembe. És ha rendet rakni sikerül az életembe, akkor az energiám sem fog szanaszét szóródni. Ezen az ez egyébként meglehetősen kínos és sokak által szégyen módon, ami a pornó. Mert ugye nagyon sok tabú kapcsolódik ehhez, meg, meg milyen bűnképzeteket társítunk. Kicsit így felmentenék mindenkit ez alól az önostorzás alól. Annyiból hasznos az önostorzás, hogy motivál a változtatásra, de igazából a pornó egy teljesen természetes és szükségszerű tünet azon férfiak életében, akiknek nem hasznosul az energiája. Ennyit kell csak érteni. És ha te bármennyi pénzért fűtőként dolgozol a titanikon, amit szoktam úgy mondani, hogy csak kurvaként vagy foglalkoztatva, mert aki pénzért dolgozik, csak az végeredményben lássuk be kurva. Tehát ha nem azt csinálja, amit ő igazán szeretne, az alkotó energiáival, akkor az alkotó energiái beszorulnak. Hiába kap egy csomó fizetést, tehát tényleg talicska számra hozhatja akár haza, az alkotó energia akkor is be van szorulva, és ez, ez az, ami nem is a férfi magának lecsapolja, hanem a férfi ilyenkor nagyrészt kontrollt veszt, mint bármilyen függő, és, és egyszerűen csak így, így, így kifolyik belőle, vagy, vagy elvész ez az, az energia az ő számára. Tehát ez, legalábbis az én emlékem is az az, hogy ez, ez nem egy tudatos szándék, hogy most akkor én szét akarom szórni az energiámat, hanem ez egy függés, hogy, hogy valahogy így stimulálni akarom módon, magamat ilyen szexuális módon, és, és akkor ennek egy eszköze a pornó. Ugye a pornó nyilván azoknál van, akiknál tiltott a tiltott a nőkkel való kapcsolódás. Tiltott úgy, hogy nem engedem magamnak meg. És ez lehet azért, mert házasságban élek, és azért nem engedem meg. Az én esetem nem ez volt, az én esetem bármilyen furcsa is az, volt, hogy nem merem vállalni a szexuális irányú törekvéseimet, vagy vágyaimat nők irányába. Ugye egy nagyon klasszikus neveltetést kaptam, és nagyon keretek voltak a fejemben, meg szögletes volt az, hogy mit szabad, nem szabad, mi helyes, nem helyes mit kérhetek, remélhetek egy nőtől, és mit nem. Jelesül ugye nekem a programom az volt nyilván, hogy hát feleségül kell vennem, és azokkal szexualizálják, akiket én feleségül akarok venni. Tehát, hogy, hogy tökre nem mertem felvállalni az ilyen szexuális irányú törekvéseket, meg, meg, vágyaimat nők irányába, ezért, mert úgy éreztem, hogy nem helyes, meg nyilván azért is, mert ott volt az, hogy fú, hát mi van, ha elutasít, és ugye minél nagyobbra van fújva valakinek az egója, és az enyém aztán tényleg óriási volt fújva ezekben az években még, Annál, kock, annál, félelmetesebb számára ez a kockázat, hogy esetleg elutasítják. Tehát, hogy tök rá sok helyzet volt, hogy nem mertem kezdeményezni az adott nő felé, mert a jóságoség mi van, hogyha, ha nem tudom lenyűgözni őt. De ezek mind csak a beszorultság tünetei. Mert a férfi nyilván tud lenyűgöző lenni azzal is, hogy mennyire akar egy nőt, de sokkal biztosabban tud lenyűgöző lenni azzal, nem azzal, hogy mennyi pénzt keres, hanem azzal, hogy van valami, ami őt lelkesíti, ami az ő küldetése, dolga, ügye, hivatása a világba amiről lelkesen beszél. És akinek, akinek ez megvan, hogy ő lelkes, tehát lelkesítő, annak senki nem fog tudni nemet mondani már a továbbiakban. Ott, ott jönnek abszolút, tehát a nők, nők, is nőknek ez inspiráló, nők tényleg fel akarnak nézni a férfira, tehát ez minden nő vágya egy lelkesítő férfi, úgyhogy egyszerűen csak ennyi a megoldása. A pornó megoldása az őszinteség, a pornó megoldása az igaz beszéd, a pornó megoldása belátni azt, hogy hogy építettem magamnak egy, egy, egy olyan életformát, egy olyan várat, ami mostanra már börtönné vált, és ki kell ebből törni. És kitörni igaz beszéd által lehet. Akinek csak igazat beszélnie sikerül, annak az egész élete garantáltan megváltozik. Úgyhogy eddig ez a mai videó, meg egy kapcsolódó hirdetmény, ha változtatnám, meg ha akarod jobban érteni magad, meg a saját életedet, hogy most még egy workshop folyamat indul. Végül nem május közepén, május végén, Május 27-én a férfi és május 29-én a nő, és azt hiszem, hogy ugye még nem igazán hirdettem, a helyek fele már betelt, tehát hogy még a helyek fele akkor ebből föl megvan, ezek ilyen 10-12 fős csoportok, úgyhogy ha valaki dolgozna magán, meg a következő mérföldkövén, meg azon, hogy hogy tudja ezt meglépni, velem személyesen, Budapesten három egymást követő két órás ilyen workshop alkalommal, akkor várlak titeket nagy szeretettel a férfi workshopba, vagy a női workshopba, május 27 és 29 kezdettel. Köszi a figyelmet, és hajrá, jó munkát mindenkinek!